De szeretnék mutatni a falást, és Karácsonyi Dominika vagyok. Nekünk bemutatom a mi hozzákellőket. Kell egy csipesz, ugyan kettő kell, és egy hajgumi, és akinek kózos haja, egy ujjegy fésű is. Kezdhetjük. Falásra figyelsz, és figyelsz rám. Hármat veszünk fel, és egyik oldalra a másikra. Ez gyorsan meg lesz. Csak te figyelj oda. Mindenképp. Ha tincsek vannak ott, akkor hajd. Majd a végén ki tudod ezt szedni. És kész vagy? Hami, de csak egyet fogj a kezedbe. Lehet piros hami, minden. Ide belerakod, itt egy kicsit megteszed a kívülről a haját, és esetleg, ha valaki akarja, akkor még meg is hamizhatod. És akkor ez fog kijönni neked. Tincset felveszem. Kicsit a kószusája, akkor nyugodtan kifésülhetek, várok. Ha megfésülted, fogsz egy tincset. Három rá válaszod. Ha mindig figyelj, hogy mindig három rá választ. Ha kettő, akkor majd mondani fogom, mert lehet, hogy olyat is fogok felrakni, hogy két vonással kell csinálni. Én amúgy úgy tanultam meg, hogy neki jöttem a babámon, és gyakoroltam. És egyszer csak meg tudtam fonni a haját. Meg is nézhetitek. Kicsit gyorsabban fonok, már megtanultam. De azért ti ne siessetek. Két hami van nálad, szóval... És meghamizod. Kész is vagyunk ezzel. Figyelj, kettőt. Most azt mondom, hogy kettőre választ el. És jó erősen húzd meg. Keresd be. És pörgesd át, mindig a másikra. És ilyen pörgettyű jött ki belőle, hajdott. Ha kijön, újra csináljuk. Kettőre válasz megint. És két tincset csinálj úgy, hogy ebből kettő legyen ebből a forgóból. Mind a kettőt megfogad. Kettőt ugye felélesztesz. És most elkened így is fonni. Vagyis keresztezni. Haj, gumi! Begumizod.
Meghúzod, persze. Ugye majdnem mindenhez kell a gumi, most nekünk ehhez a kettőhöz nem kellett. Fogod a fésűt, és kicsit kifésülöd itt a oldalán. Meg is nézhetitek, és elejét is. Sziasztok!